A kiállítás megnyitóján Bencsik János országgyűlési képviselő is szólt a megjelentekhez. A táj és a tájat megülő nép kapcsolata az nem másról szól, mint az intelligenciáról. A folyton változó körülményekhez történő sikeres alkalmazkodásról. Legalábbis azok a kultúrák arról tesznek tanúbizonyságot, amelyek kiállítási formában is meg tudnak évezredek múltával is jelenni, mert oly hosszú ideig voltak képesek az adott tájat úgy megülni, hogy annak az erőforrásait használva tartamosan tudták biztosítani saját maguk, saját közösségük létszámbeli és felkészültségbeli megújulását és gyarapodását. Hiszen nem csak nemzedékről nemzedékre tudták átörökíteni a fizikális gén anyagukat, készletüket, és adtak példát arra, hogy meg lehet ülni a tájat, és meg is lehet hosszú időn keresztül élni, hanem a saját helyi kultúrájuk fejlődését is tovább tudták adni, és a következő nemzedék újabb és újabb tárgyi bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy nem egyszerűen csak megülték, nem egyszerűen csak használták a tájat, a táj erőforrásait, hanem a táj alakító, kultúra alakító hatását ők saját magukon keresztül, a saját maguk által elkészített használati vagy kultikus tárgyakon keresztül is képesek voltak felmutatni és bemutatni. Tehát erről szól, ez a lényege a régészeti feltárásoknak és a múzeumoknak. Nem csak az, hogy valamiféle esztétikai értéket nyújtsanak számunkra, és valami furcsa, bizsergető időutazásban legyen részünk, hanem alapvetően arra tanít bennünket minden egyes kultúrának a története és tárgyi emlékei, hogy hogyan lehet a folyamatosan változó, akár természeti, akár geopolitikai viszonyokhoz alkalmazkodva megmaradni.